Jövőre indul az orvosok több lépcsős a magyar orvosi kamara javaslatán alapuló béremelése, írja az MTI. Az intézkedés 2021. január 1-én kezdődik és 2023-ig tart. Érinti az orvosokat, szakorvosokat, fogorvosokat, szakfogorvosokat, gyógyszerészeket, szakgyógyszerészeket, továbbá a kormány rendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott egyéb nem egészségügyi végzettséggel, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat. Egy kezdő orvos jövőre bruttó 481 ezer forintot kap. Egy 16-20 éve pályán lévő társa már több mint 1 millió forinttal számolhat, míg egy több mint 41 éve a pályán lévő kollégái fizetése 1,6 millió forint lesz. 2022-től egy kezdő orvos fizetése 619 ezer forint lesz. Egy 16-20 éves gyakorlati idővel rendelkező orvos 1,3 millió forintot kaphat, míg több mint 41 év orvoslás után 2,1 millió forint lehet a fizetés. 2023. januárjától 687 ezer forintra emelkedik a kezdőorvosok, jelenleg 255 ezer forintos bére. 16-20 év orvosi pálya után közel másfél millió forint lesz a fizetés, még több mint 41 év gyakorlati idő esetén 2,3 millió forint az illetmény. A törvény büntethetővé tette a hálapénzt.